a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja Bamstart Tiborral és Haraszti Ádámmal. Bármennyire is azt mondtuk a múlt héten Tibivel, hogy kezdődik a nyári szünet, azért nem engedtük mégse teljes mértékben szó nélkül maradjon, akár a Copa America, de a World Cup-ot is említhetjük természetesen. És hát ha már ez a sorozat felmerült, Tomi már ugye valamelyik adásunk alatt említette, hogy érdemtelenül keveset beszéltünk, sőt gyakorlatilag semennyit nem beszéltünk erről a sorozatról, úgyhogy Kuntomit alias Jánki Foci kértük meg, hogy segítsen nekünk ebben is, meg azért természetesen fogunk beszélni még egy csomó minden másról, hiszen bármennyire is azt gondolnánk, hogy uborka szezon van, meg nyári szünet, szerencsére, hogy zajlott a Copa America, és amelynek ugye most már megvolt a döntője, és a World Cup-ban is a döntőt játszották, és hát egyéb amerikai érdekeltség is adódott, hiszen ugye a női VB döntőjében is szerepelt az amerikai válogatott, amelyet meg is nyertek, úgyhogy tényleg bőven van miről beszélünk, és bőven van Amerikában, meg az MLS-szel kapcsolatos témakör is, amit érinthetünk. Úgyhogy pussunk is neki egyből. Ugyan most csak ketten beszélgetünk, hiszen Tibi éppen jól megérdemelt szabadságát tölti Olaszországban kis családjával. Szia Tibi! Ezúttal is üdvözöljük, és jó pihenést kívánunk még neki addig, amíg tart, de azért hoztam találós kérdést, vagy quiz kérdést így az adás elejére, ami a Chelsea-vel kapcsolatos, hiszen ugye Frank Lampardot kinevezték a csapat élére, erről is fogunk majd egy kicsit később beszélgetni. Szóval a kérdés azzal kapcsolatos, hogy ki szerinted a Chelsea első csapatában a klubot legrégebben szolgáló játékos, vagy a klubban legrégebb óta a szerződésben álló játékos? Hát így első blikre én Viktor Mózes-t mondanám, de emlékeim szerint, mintha őt most ezen a nyáron elengedték volna. Ebben nem vagyok teljesen biztos, úgyhogy maradok nála, mint tippnél, aztán majd felránthatjuk a leplet. Ugye legutóbb, amikor nálatok voltam, akkor nem voltam biztos az első tippemben, pedig azzal nyertem volna, úgyhogy most maradok az első tippemnél, hát ha ezúttal ez a taktika bejön. Szerencsére automos módon aljas kérdést választottam, amennyire csak lehetséges, úgyhogy a válasz nem jó természetesen, de ez tényleg majd a későbbiekben. És akkor kezdjünk a női foci VB-vel, már csak azért is, mert hát hogyha amerikai is labdarúgás, soccer, akkor ugye egyértelműen ez a vezető ágazat, és egy, nem is tudom, hogy van-e tényleg olyan ország, ahol ennyire népszerű a női válfaja a focinak. Amerikában egyértelműen vezet, nyilván azért itt a hagyományok, meg a játék, hogy is fogalmazzak, betagozódásának is köszönhetően, ugye a soccerban kifejezés, mint olyan egy abszolút létező fogalom az Egyesült Államokban. Szóval náluk ez komoly tényleg, ahogy tetszik népünnepi, hogy egyáltalán ugye döntőt játszott, és aztán meg is nyerte a női válogatott. De hogy vagy a női focival? Ugye azt tudjuk, hogy az amerikai labdarúgás, mint olyat, azt nagyon követed, nagyon figyeled, nagyon szurkolsz is neki. A női VB ilyen szempontból mennyire érint meg? A női VB-nek az amerikai meccseit mindegyiket megnéztem. Az amerikai válogatottal én azt gondolom, hogy nagyjából képben vagyok, a női válogatottal illetően, de nem annyira közel sem, mint a férfi válogatottal. Nekem ugye a férfi válogatott volt az első kapcsolódási pontom az amerikai labdarúgáshoz, úgyhogy érthető, hogy velük úgymond szorosabb a kapcsolatom, szorosabb információim vannak, de a női válogatott meccseit végigkövettem. És hát ugye félelmetes, hogy milyen magabiztossággal húzták be ezt a világbajnokságot. Ugye jó, voltak olyan meccsek, ahol kellett egy 11-es mondjuk a vezetés megszerzéséhez, de nem voltak hátrányban ezen a VB-n. 20 plusz gólt lőttek, alig kaptak gólt, 2-3 kaptak összesen. A meccsek játékidejének azt hiszem a 73%-ában vezettek a mérkőzéseken, tehát egyszerűen elsőprő fölényük van a többi nemzet csapatával szemben, és ez a döntőben is megmutatkozott. Egyelőre Amerika az én lovasa a női labdarúgásnak, és hát azt szoktam mondani, hogy hát ugye ez az előny annak köszönhető, hogy van egy 30 éves forjuk az Európával és Dél-Amerikával szemben a női labdarúgás tekintetében. Ugye ott 85-ben alakult meg a női labdarúgó válogatott, de már a 70-es évek végén egy amerikai törvényváltoztatás eredményeképpen komolyabb energiákat fektettek az egyetemi női labdarúgásba, és ennek köszönhetően robbant föl gyakorlatilag az amerikai női futball a 90-es évek elején az első világbajnoki címükkel. És hát gyakorlatilag több évtizedes fórjuk van Európával szemben, mondjuk ha Európát nézzük, de Európa például kezd ezt ledolgozni, nem véletlen, hogy a legjobb 8 között 7 európai ország és egy Amerika volt ugye Európán kívüli ország, úgyhogy ezt kezdi ledolgozni Európa, de ez a hátrány mindig jelentős. Én ezt azzal szoktam összehasonlítani, hogy a férfi válogatott komolyan vétele, az meg körülbelül hasonló, sőt nagyobb hátrányból indul Európával szemben, mint amennyire a női előnyben van Európával szemben, úgyhogy egy ilyenfajta kontraszt van ezen a téren. De egyébként maga az egész sportág népszerűségét jól mutatja, hogy
Ugye vasárnap játszották, tegnap játszották a női világbajnoki döntőt, ugye rengeteg amerikai szurkoló volt kint a helyszínen Lyonban. Közben játszották az aranykupa döntőt Chicagóban, ahol szintén 61 ezres nézőszám volt, és a kettő között Atlantában rendeztek egy Atlanta United New York Red Bulls bajnokit, ahol 67 ezer néző volt a lelátókon. Tehát, hogy a labdarúgás általános népszerűségét ez jól mutatja, hiszen mind a női futball, mind a férfi nemzeti válogatott, mind a bajnokság föl tud mutatni olyan nézőszámot, ami azt mutatja, hogy az érdeklődés az jelentős a sportág iránt. Egy fontos információt nem említettem még azzal kapcsolatban, láthatjátok, hogy nem a szokásos stúdiumban ülünk, hiszen ugye a Vak szerencsés srácok is szabadságra mentek, természetesen a Skipper stúdióban is azért nyári ütem van, vagy nyári üzem van, úgyhogy Tomira külön köszönjük, hogy befogadott minket, és már csak ezért is kicsit furcsa a helyzet, ugyanis a saját magam módon meg az egész felvételt, és például már azzal elkövettem egy hibát, hogy a mikrofon átalakító kábelemet otthon hagytam, már csak azt nézem meg, biztos, hogy zihára megnyomtam a piros gombot, mert azonnal még kellemetlenebb, hogyha az nem menne, de szerencsére az a minden rendben van, úgyhogy akkor nem kell az adás első 7 percét újra vennünk. Pedig megnézhettem volna, hogy ki a Chelsea legrégebben igazolt játékosa. De nem, erre nincsen lehetőség. Viszont akkor tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy ugye mondtad, hogy azért figyelted a női VB-t. Az amerikaiak számára azért azt egyértelműen látszott, hogy nem volt ez egy rutin hadművelet, amíg végigverekedték magukat a világbajnokságon. De azért azt is látjuk, amit mondtál, hogy tehát az előny még mindig megvan. Igen. Én azt mondanám, hogy rutinnak már nem rutinnak mondható, tehát már meg kell küzdeni ezért a bajnoki címért, de még mindig egyértelmű. Tehát még mindig nem, nekem nem volt kétségem a női világbajnoki cím felől, mert játékban egyszerűen ellenfelek fölé nőnek, fizikalitásban ellenfelek fölé nőnek, gondolkodásban ellenfelek fölé nőnek. Tehát én azt gondolom, hogyha megnézzük most akár a legnagyobb sztárokat, Rapinót vagy Morgant, ahogy döntést hoznak a pályán, az a többi női válogatott esetében nagyon-nagyon kevés játékostól látható. Én azt gondolom, hogy ebben is előrébb vannak, és hát ott az utánpótlás, tehát nem fog megszakadni ez a vonal a mostani generációval, bár ez egy viszonylag idős generáció, amelyik most VB-t nyert, de hát nézzük meg a döntőben gólt szerző Rose Lavelle-t, aki nekem egyébként személyes kedvencem volt ezen a világbajnokságon. Hallgatok egy amerikai podcastet, a Cooligans című podcastet, ami egy stand-up comedy srácot vezetik a focival kapcsolatban, és ők mondták, hogy ez a Rose Lavelle, ez nagyon vicces kislány, mert ha meglátják az utcán, akkor egy olyan lánynak tűnik, akinek megkérdeznek, hogy nem akarja, hogy vigyék az iskolatáskáját, a pályán meg olyan, mint egy Terminátor, és valóban ilyen ez a kislány, egy ilyen kis energiabomba, és ez látszott a döntőben is, és nagyon szép gólt szerzett, úgyhogy ő is példája annak, hogy van egy új generáció felnövőben, úgyhogy a világnak még tovább is számolnia kell majd a női labdarúgással, és a női, amerikai női labdarúgással. És egyébként nyilván ez a kérdés sokakban felmerül, meg sokat lehetett hallani erről is mostanában, persze itt ugye fizetésbeli különbségek, stb. De ha magát a játékot nézed, te hová teszed most úgy a női focit, vagy mi az, amiben szerinted mondjuk felveszi a versenyt a férfi focival? Most simán csak az, hogy a játék élvezete, mint néző, külső szemlélőként, miben látod a különbséget? Eleve nem szeretem az összehasonlítást. Tehát én azt gondolom, hogy két külön sportágról beszélünk, mint minden más egyéb sportágban egyébként is. Tehát nagyon-nagyon nehéz összevetni a női kézilabdát a férfi kézilabdával, a női kosárlabdát a férfi kosárlabdával, egyáltalán a fizikai különbségek miatt is. Ezért nem rangsorolnám az ilyeneket. Ugye két éve volt egy emlékezetes nagy portkavaró hír, amikor a FC Dallasnak az utánpótlás U15-ös csapata egy edzőmérkőzésen 5-2-re verte az amerikai női válogatottat. Tehát gyakorlatilag 15-14 éves fiúkról beszélünk, és egy klubcsapat játszott velük edzőmeccset. Tehát ez is mutatja, hogy azért most férfiak, nők között versenyeztetés szempontjából nem fair a helyzet, hogyha ezt egy mérlegre rakjuk, ezért sem szeretném összehasonlítani. A női futballról általánosságában azt mondom, hogy nagyon szórakoztató tud lenni, őszinte futball van, nagy területek vannak egyelőre, még nem taktikázzák túl a csapatok. Ugye gyakorlatilag ez olyan, mint a férfi futball pár évvel ezelőtt, mikor még nem uralta el ennyire a pénz és a sikerészség a futballt, és nem a célfutball dominált feltétlenül. Úgyhogy aki szereti az őszinte játékot, és szeret jól szórakozni, azt gondolom, hogy jól érezte magát ezen a világbajnokságon is, mert voltak nagyon szép gólok, és tényleg nem taktikázták túl a csapatok, és hát látványosan kevés volt például a fetrengés, amit a férfi futballban megszoktuk, és szerintem ez is dicséreteivel válik a női
labdarúgásnak. Ez örülök, hogy ezt mondtad, hogy ez az összehasonlítás, annak tényleg nincsen értelme most itt fizikailag konkrétan, meg pláne aztán meg ilyen összevetésének, hogy mi lenne, ha egymással játszanak, mert tényleg nincs értelme, szóval nem véletlen, hogy mondjam, tehát azt se tartanám okos dolognak, hogyha nők játszanának a férfi bajnokságban, stb. Vannak olyan sporták, ahol ezt megengedik, ott sem biztos, hogy ez feltétlenül szerencsés, de ilyen szempontból meg tényleg nincsen értelme az összehasonlítás, akit igazából tényleg az a kérdés. Meg amit én érzek, hogy igazságtalan a női labdarúgással szemben. Tehát olyan mércéket állítunk fel velük szemben, ami nem fair. És most tegyük félre a fizikai különbségeket is, mert az egy alapvető dolog, az a biológia. Eleve, amit mondtam, 20-30 évvel ezelőtt kezdték el ezt komolyan venni az Egyesült Államokban. Az EU 10 éve kezdték el komolyan venni Európában. Tehát majd nézzük meg 100 év múlva, hol tart a női labdarúgás, mikor már több pénz van benne, komolyabb szponzorok állnak mögött. Ugye nézzük meg a mostani világbajnokságot, szerintem egyébként ez a világbajnokság is egy mérföldkő, abban a tekintetben, hogy mennyi reklámértékkel rendelkezett. Ugye Magyarországon is először végigkövethettük a világbajnokság mérkőzéseit. Tehát szerintem nagy változások várhatók a női labdarúgásban kedvező irányba is, majd hogyha ezek az évek eltelnek, akkor utána nézzük meg. Rutinos vagyok ebben az érvelésben, mert ugye az amerikai férfi labdarúgással kapcsolatban is sokszor előhozom ezt az érvet, például az MLS-szel kapcsolatban. Ugye az egy 96-ban indult bajnokság, nem tudjuk összevetni 100 éves bajnokságok történetével és képességével, amit ott elértek. Ugyanúgy a női labdarúgás esetében is azt gondolom, hogy nem fair összevetni a férfi futballal, ami már 100 éve, vagy akár 150 éve a porondon van. Főleg úgy, hogy a nők nagyon sokáig ugye nem is sportolhattak, tehát tiltott volt konkrétan a női labdarúgás. És ezek a kapuk nemrég nyíltak meg, és azt gondolom, hogy meg kell várni ezt az időt, amíg ezt reálisan is korrektül értékelhetjük, és szerintem még nem tartunk annál a pontnál, hogy ugyanazt várhatjuk el a női focitól, mint a férfi focitól. Meg is igazából értem. Erről is beszéltük azért már korábban is a podcastben is, hogy ahogyan most nem kell feltétlenül összehasonlítani a férfi és a női kézilabdát, mind a kettő egy teljesen élvezhető játék az én szemszögömből, vagy számomra legalábbis mindenképpen, hogy én úgy vagyok, hogy abszolút szeretem a női kézilabdát, mint a férfi kézilabdát is. Nyilván nem lehet ugyanazt elvenni a játékosoktól, de attól még teljesen élvezhető, meg olyan dologról beszélünk. És akkor lesz igazán érdekes mondjuk Magyarországon is ez a helyzet, hogyha mondjuk tényleg lesz olyan női csapat, akiért mondjuk komolyan elkezdenek majd szurkolni, hogy olyan eredményeket ér el, és akkor valószínűleg egyszer csak hirtelennyiben azért a magyar szurkolók is jobban ráéreznek annak az egésznek az ízére, hogy ez egy igenis egy fogyasztható termék. Megvan ennek a magja, én ugye ki volt szerencsém kint lenni a női BL döntőn a Fradi pályán, és amikor a Marozsán Jennifer gólt lőtt, és Ria-Ria Hungária kiáltás az egész stadionban fölrobbant, hát, és ez csak egy játékos volt. És hát elgondolkodhatunk azon, hogyha ugye adottak lettek volna a feltételek, és annak mennének a szövetségben a lehetőség annól, mikor Marozsán Jennifer ugye a csapatot választotta, hogy nálunk kötött volna ki, vagy hogyha lenne még néhány ilyen játékosunk, akkor milyen élmény lenne ilyen meccsekre járni. De a lényeg az, hogy ez is azt mutatja, hogy a szurkoló tényleg nem azt nézi, hogy nő vagy férfi, hanem hogy sikeres és gótlő és aranyérmes és stb. És akkor tud szurkolni a lelátón. Ez egy egyértelmű példa volt ez a BL döntő. Akkor viszont beszéljünk egy másik döntőről, ahol érdekelt volt az amerikai válogatott. Így értük már itt ugye az adásra, hogy a Goldfeppről is lesz szó természetesen a mai adásunkban. Hát egy érdekes, izgalmas döntő volt, ami aztán még ugye nem amerikai győzelemmel zárult, nagyon kevesen múlott a dolog. Mielőtt belevágunk ebbe az egészbe, viszont egy kicsit helyezzük el a térképen a Gold Cupot, nem konkrétan fizikailag gondolom a földgolyó is, mert ez viszonylag egyszerű, gyakorlatilag Mexikótól felfelé. Hát egyébként sem, azt sem gondolom, hogy fölösleges egyébként a CONCACAF Gold Cupot így térképileg sem elhelyezni, mert szerintem nagyon sok ember számára ez ismeretlen terület, mert ugye a Copa America az egyértelmű, hogy Dél-Amerika-Ázsia kupa benne van a nevében, hogy Ázsia-Afrika kupa, Európa-bajnokság, mi a CONCACAF az egy ilyen furcsa mozaik szó. Ugye ez Közép-Amerikát, Észak-Amerikát és a Karibi térséget takarja. Ez gyakorlatilag ennek a régiónak a kontinens tornája, tehát minden, ami Amerika és nem a Copa Amerikához tartozik. Ezt azért fontos hangsúlyozni, mert van pár dél-amerikai ország, mint például Guyana, ami ugye földrajzilag Dél-Amerikában tartozik, de a CONCACAF régióban versenyez. Úgyhogy gyakorlatilag, ami nem Copa Amerikán induló csapat, az a CONCACAF régióba tartozik az amerikai kontinensen. Úgyhogy földrajzilag én így helyezném előket. A két óceán között, ami nem CONMEBOL, az CONCACAF. Így van, szépen is, így van. Egyszerűen nagyon csúnyán is akarja meghatározni az ember. Így van. Úgyhogy ez a földrajzi része a dolognak. Versenyképesség szempontjából ugye nagyon sokáig egyértelmű mexikói dominancia volt.
Aztán a 2000-es években ez átbilleni látszott egy amerikai oldalra, aztán azóta egy ilyen amerikai-mexikói párviadal van, és nagyon jó, hogy a közelmúltban már egyre több ország kezd beleszólni ebbe a párviadalba. Ugye például az előző, ezt megelőző két aranykupán Jamaica volt a döntős, egyszer Mexikót, egyszer az Egyesült Államokat ütve el a döntőtől. Az is azt mutatja, hogy újabb porondra lépők vannak, és Jamaicának ugye most idén volt egy úgynevezett nagy igazolása, ugye Leon Bailey náluk kötött ki végül, miután flörtölte a németekkel, meg az angolokkal is, mint válogatott szereplő, de végül Jamaicába, a szülőhazájában lett válogatott. Így van, Jamaica-jamaicaiaké. És ez is azt mutatja, hogy ő is erősödő ország, de akár beszélhetnénk Costa Ricáról is, ugye, aki a 2014-es végén negyeddöntős volt. Ugye Panama kín volt a legutóbbi világbajnokságon, még nem is volt túl emlékezetes a futballja, de a lényeg az, hogy egyre több ország erősödik a régióban, és egyre több olyan nemzet van mostanság, akikről eddig kisebb mi léptében gondolkodtunk, de egyre nagyobb léptében kell gondolkodnunk róluk. Például az idei torna meglepetés csapata, Curaçao csapata volt, akik végül az amerikaiak ellen buktak el a 8-6 döntőben egy 1-0-ás vereséggel. Hát ők is egy olyan nemzet, akik ugye most nemrég nyerték el a FIFA tagságukat a függetlenedésük után, és ennek köszönhetően egyre több játékost tudnak csábítani azzal a lehetőséggel, hogy VB-s selejtezőket játszhatunk náluk, és nagyon sok holland élvonalban szereplő, vagy holland másodosztályban szereplő játékos kötött ki náluk. Ugye egy darabig már Frick Leivert is volt a szövetségi kapitányuk. Igen, és ugye emellett még ugye a holland kapcsolatokat egyéb módokon is kihasználják, nem csak az edzői szinten, nem mondom játékos szinten is, és ez a nagy erőség. PSV-nek a tartalék csapatában védett, most egyébként a Columbus Crew le is igazolt a torna után, mert egyébként szerintem a torna legjobb kapusa volt, annak ellenére végül Ochoa kapta ezt a díjat. De például ott van a védelemben Kuko Martinák, ugye a Feyenoordban, már előtt az Everton futballistája volt, de említhetnénk még Bakuna. Említhetnénk még Bakuna nevét is, de vannak több holland élvonalbeli játékosok, Den Haagból, Nijmegenből, ugye a Feyenoordot említettem, Waalwijk-et, és ők is egy olyan ország, akik 10 évvel ezelőtt holland Antillák néven versenyeztek, és gyakorlatilag a szigeten született játékosokból szedték össze a játékosaikat. Teljesen más színvonal az, hogyha azt tudod mondani, hogy egy európai élbajnokságban tudsz összeszedni futballistákat, és náluk például egy ilyen változás megy keresztül, mint ahogy például mondjuk Jamaica is most már eljutott arra a szintre, hogyha nagy nehezen is, de haza tud csábítani egy Leon Bailey-t azzal, hogy a CONCACAF régióban versenyezzen. Tehát erősödik a régió, és ez nagyon fontos, mert minél erősebb a régió, az annál jobbat tesz az Egyesült Államoknak és Mexikónak is, mert egy ilyen skanderbajnokság hosszú távon nem teheti azt lehetővé, hogy szintet lépjenek ezek a csapatok. Ugye mind Mexikótól, mind az Egyesült Államoktól megszoktuk, hogy a világbajnokságokra kijutnak. Ugye Amerikának ez legutóbb nem sikerült, de Mexikónak is egy hajszálon volt 2014-ben, de a standard az, hogy ott vannak. És általában tovább is jutnak a csoportban a legjobb 8 közé, vagy legjobb 16 közé, de annál tovább nem tudnak lépni. Ez is azt mutatja, hogy egy bizonyos szintet képesek elérni a régióban, de az, hogy tovább lépjenek, az a fontos, hogy napi szinten, havi szinten, nívós mérkőzéseken tudjanak megmérkőzni. És ez fontos az, hogy a CONCACAF régió megerősödjön, és ezért jó látni azt, hogy egyre több olyan csapat jelenik meg a szintéren, akik komoly feladatot jelentenek számukra. Mexikó számára is volt ilyen például az idei aranykupán, Martinikot 3-2-re tudták ugye legyőzni, és tehát a késéses szakaszban nem nagyon egyszerű meccsük nem is volt. Nem is volt egyszerű meccsük, ugye Martinik ellen volt a 3-2-es győzelmük a csoportban, Costa Rica ellen volt egy 1-1-es döntetlenjük, és kieséses szakaszban is végül 11-esekkel győzték le Haitit, aki a torna másik meglepetés csapata volt. Tehát, és Mexikóról tudjuk azért, hogy mennyire megbízható, teljesítménynyújtó futballnemzet, tehát nem csak Amerikáról van szó. Ez is azt mutatja, hogy hát persze, amit mindenütt hallunk már, hogy a világfutball az már tényleg már kezd mindenütt egy bizonyos minimális szintet mindenütt elérni, és már nem nagyon vannak olyan, hogy könnyű mérkőzések. Ez nagyon jó a CONCACAF régió számára, és nagyon fontos, mert ugye 2026-ban ebben a régióban rendezik majd a világbajnokságot, és hát addigra azért rendelkeznie kellene például Kanadának is egy jó nemzeti csapattal,
és számukra is nagyon fontos, hogy erősödjön a térség. A Gold Cup, mint olyan, tehát nyilván most oké, a döntőben Egyesült Államok Mexikó mérkőzést rendeztek, ez nagyjából ugye a papírformának tekinthető, már csak a hagyományokat is figyelik. Ez nekik egy nagyon fontos mérkőzés egyébként is ott a térségben, ez nevezhető olyan klasszikusnak, mint akár a brazil-argentin kiforrása. Abszolút. Maga a Gold Cup, mint olyan, mennyire fontos ezeknek a nemzeteknek, mert ugye az egyértelmű, hogy a válogatott szinten, a térségben ez a legfontosabb torna, de mégis mit jelent a szurkolóknak, játékosoknak, szövetségeknek? Én azt gondolom, hogy kisebb országoknak többet jelent. Pontosan amiatt a rutin miatt, hogy ők kevesebbszer jutnak el a fináléba. Ugye a klasszikus USA-Mexikó döntő azért viszonylag kevés alkalommal, ez volt a hatodik alkalom a 15 kiírás közül, de általában mindig az egyik nemzet azért beverekedte magát a döntőbe, és épp ezért az már megszokott, hogy az USA vagy a Mexikó képviselteti magát a fináléban, ezért számukra az már, hogy döntőbe jutnak, nem olyan nagy dolog. Most is a minimális elvárás az volt az amerikai válogatott felé, ugye egy új alakuló amerikai válogatottról beszélünk, az év elején nevezték ki a szövetségkapitányt, a minimális elvárás az volt, hogy döntőbe jutni, és akkor ott, ha egy szoros vereséget szenvednek Mexikótól, az egy elfogadható minimum. Ez megtörtént. Gyakorlatilag ez megtörtént. Mexikó számára is az a minimális elvárás, hogy döntőbe jussanak, lehetőség szerint meg is nyerjék azt. Épp ezért gondolom azt, hogy számukra nem olyan nagy cucc, úgymond aranykupát nyerni. Ez jól mutat a vitrínben, meg a két nemzet egymás iránti, vagy inkább a szurkolótáborok egymással szembeni meldöngetés a szempontjából hasznos, hogyha egyel több Gold Cup trófeád van, de ez inkább a kisebb nemzetek számára fontos, mert nagyon profi körülmények között készülhetnek, ugye általában az Egyesült Államokban rendezik a tornát, idén néhány mérkőzést rendeztek ki Jamaikán és Honduraszon is emlékeim szerint. De a lényeg az, hogy nagyon profi körülmények között készülnek, profi körítés mellett, riporterek, szponzorok, stb. Nagyon sok játékos itt eladhatja magát, úgyhogy a haitik, martinikok és kuraszok számára különösen fontos ez a torna, és számukra jelent ez nagy kiugrási lehetőséget. Amerikai szemüveggel? Milyen volt az idei torna? Nem, mennyire fontos? Mennyire fontos? Most azt mondanám, hogy fontossági szempontból nem ez volt nem a trófea nyerése volt a prioritás, inkább az, hogy lássunk valami futballt. Nagyon sivár volt az elmúlt másfél éve az amerikai válogatottnak. Ugye 2017. október 10-én Kuba városában, Trinidadon elszenvedte az amerikai labdarúgás a futball történetének első futball tragédiáját. Én ezt így írtam annó a jegyzetemben a mérkőzés után, mert valóban erről volt szó. Elbukták a VB részvételt, és először fordult elő a történetük során, hogy úgy buktak el egy VB részvételt, hogy hát tőlük elvárt volt a VB részvétel. Utána ugye másfél évig nem volt szövetségi kapitány, ugye megbízott szövetségi kapitány vezette az együttes Dave Sarazen személyében, és nem volt konkrét terv. Gyakorlatilag egy ilyen király nélküli időszak volt. Interregnum állapot. Gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy interregnum állapot volt, és épp ezért az amerikai szurkolók számára ez nagyon rossz kor jött. Mert egyrészt láttad azt, hogy van egy VB, ahol nincs ott a csapatod, másrészt nincs terv. Tehát nincs új vezető, nincs új irányvonal, nincs semmi. Idén januárban ugye kinevezte végül nagy nehezen Greg Berhaltert, aki nagyon sokáig a top esélyes volt, gyakorlatilag egy nagyon más nem is interjúztattak az állásra. Ezzel kapcsolatban egyébként volna néhány szurkolónak ellenérzés, mivel Berhalter testvére a szövetségben dolgozik, és hát sokan ugye azt vetették föl, hogy hát valószínűleg azért ennek a protekciónak közel lehetett a kinevezéséhez, de azért azt ne felejtsük, hogy valóban az egyik legtehetségesebb amerikai edzőről beszélünk, aki végre egy konkrét tervvel állt elő, hogy milyen futballt kíván játszatni az amerikai válogatottal. Most talán annyit érdemes vele kapcsolatban megjegyezni, hogy ő is játszott bőven Európában, így játszott többek között Hotbusban, itt most azon gondolkozom, hogy talán pont együtt még a magyarokkal, vagy pont így van, együtt játszott a magyarokkal, például Lőv Zsoltnak is a csapattársa volt Hotbusban, és vele kapcsolatban azért annyit érdemes tudni, hogy a Columbus Crew-nak volt az edzője. A Columbus Crew egy anyagilag kis csapatnak számító együttes az MLS-ben, nincsenek sztárjátékosai, de rendszeresen bejuttatta őket a rájátszásba. Egy alkalommal például pont a Tata Martino vezette, ugye aki a mexikai szövetségkapitány jelenleg, pont a Tata Martino vezette Atlanta United-et, 60-70 ezer néző előtt búcsúztatta a rájátszásban a saját pályájukon, tehát Atlantában. Nagyon jó taktikai érzéke van, nagyon konkrét elképzelései vannak azzal kapcsolatban, milyen futballt szeretné játszatni ezzel az amerikai válogatottal, és nagyon nagy szerencsére ezen az aranykupán ennek látszottak a jelei, és én úgy
álltam fel ma hajnalban a televízió elől, hogy nem azt mondom, hogy boldog vagyok, mert egy ezüstérem után nem boldog az ember, de egy egálos meccset játszottak Mexikóval, sőt, helyzetek alapján az amerikaiak voltak közelebb a győzelemhez, és ez nagy előrelépés az elmúlt évekhez képest. Nem bunkerfutballt láttunk, nem elképzelés nélküli játékot, volt egy terv, amit meg akartak valósítani, nem jött össze, de legalább volt egy terv. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az aranykupa jelentősége most az amerikai válogatott számára az volt, hogy futballt lássunk, nem feltétlenül az, hogy emeljük fel a trófeát. Fantasztikus dolog lett volna felemelni a trófeát, mert a mostani sivárság közepette nagyon jelentős dolog lett volna egy trófeával gazdagodni, de az első lépés az mégiscsak az, egy útnak nagyon az elején járunk, hogy focit lássunk ettől a csapattól. És nagyon volt biztató volt mindaz, amit a csapattól láttunk, és amit az egyénektől is láttunk. Krisztián Pulisic például tényleg ihletett formában játszott. Én azt gondolom, hogy nagyon érdekes lesz majd figyelni, hogy mire megy majd a Chelsea-ben, mert most nagyon lendületben van, hogy a Dortmundi szezonját is nagyon-nagyon jó formában fejezte be, az aranykupán tényleg brillírozott, három gólpassz, de a mezőnyben nyújtott teljesítmény az még inkább magával ragadó volt, és más játékosok is illeszkednek ebbe a rendszerbe, és hát ugye ne felejtsük el, hogy úgy érte el ezt az amerikai válogatott, ezt az ezüstérmet, és ezt a mond vállalható teljesítményt, hogy olyan játékosok hiányoztak ezen a mostani aranykupán a csapatból, mint a Bundesliga-ba berobbanó Tyler Adams, aki gyakorlatilag onnantól kezdve, hogy átköltözött az MLS-ből a Bundesliga-ba egyikről a másikra, folyamatosan játszott, és magas szinten teljesített, nagyon magas szinten teljesített, és alapember volt Lipcsében, hiányzott John Brooks, aki gyakorlatilag a legértékesebb amerikai védő, ugye a Wolfsburg hátvédje, és hiányzott DeAndre Yedlin a Newcastle-ből. Három top bajnokságban szereplő alapembere hiányzott ebbenek a csapatnak, ki tudja, hogyha ők itt lettek volna, meddig jutott volna ez a válogatott. Én azt gondolom, hogy a kuvai mélységeket követően ismét remény csillan. Az, hogy ez hova fut ki, azt nem tudjuk, az még azért a jövő zenéje, de tényleg vannak biztató jelek, és ha megnézzük, hogy az idei 20-as világbajnokságon zsinórban harmadszor jutott be az amerikai válogatott a legjobb 8 közé, ami azért nem kis teljesítmény, egyetlen nemzet a világon, akinek ez sikerült zsinórban 3-szor. Azt mutatja, hogy az utánpótlás képzésben is jól alakulnak a dolgok, és hát már most vannak olyan nevek, akik ezen az U20-as VB-n feltűntek, és hogyha most megjegyezzük őket, akkor róluk hallani fogunk a következő két szezonban. Bátran merem vállalni, hogy például Ulises Jánéznek és Alex Mendeznek a nevét, például aki a Bundesligát követi, neked is ugye van szerencséd, a Bundesligát elég közelről követni, hallani fogja a következő egy-két évben elég gyakran, és hát Tim Beáról nem is beszélve, akit most ugye a Lille igazolt le, a BL szereplő Lille több mint 10 millió dollárért, és ezek tényleg 18-20 éves fiatalok, úgyhogy ha ők is bekerülnek ebbe a csapatba és ebbe a rendszerbe, akkor fényes lehet a jövő. Ez egy jó alap volt, én azt mondom erre az aranykupára. És önmagában egyébként akkor csak tényleg az egész tornára visszatekintve, hogyha a mexikai és az amerikai válogatottat kiveszik, azt már mondtad, hogy többen voltak, akik komoly meglepetéseket tudtak szerezni, akár csak a játék minőségével is, szóval a torna, mint olyan, milyen volt? Szórakoztató. Én azt gondolom, hogy nagyon szórakoztató volt. Nagyon-nagyon sok fordulatos mérkőzés volt, sok gólos meccsek voltak. Én nem is tudom, hogy talán nem is volt 0-0-ás döntetlen. A kieséses szakaszban volt, amikor ugye Mexikó Haitit csak végül 1-0-ra tudta legyőzni egy hosszabbításban lőtt góllal. Fordulatos meccsek voltak, őszinte futball volt. Én azt gondolom, hogy az idei nyári kontinens tornák közül talán nem túlzás azt állítani, hogy ez volt a legszórakoztatóbb. Legalábbis ahogy eddig alakultak, ugye az Afrika Kupa még nem ért véget, de én követtem nagyjából ugye mindegyik tornát, és biztos azt fogják gondolni, hogy ezt hallgatják, hogy elfogultságból beszélek, annyit tudok javasolni, nézzék meg a következő aranykupát. Szerethető kis csapatok, világhírű játékosok, és tényleg egy őszinte futball, amit láthattunk. És hát aki nem szerelmesedik bele, tényleg például egy szegénységtől gyötrődő Haitinek a tündérmeséjébe, amit ezen az aranykupán produkált, vagy tényleg Curaçaóba, vagy Martinique-ba, az már tényleg nem ismeri a futballromantika fogalmát, mert itt ez tényleg jelen volt. Na, akkor menjünk egy kicsit közelebb, vagy az egyenlítőnek a túloldalára, ha már itt említetted a többi tornát. Beszéljünk a Copa Amerikáról már csak azért is, mert ugye véget ért a torna, megvan a döntő, Messinek a történetéről is érdemes szerintem beszélni, akinek egyáltalán, meg az egész argentin válogatottról is, mielőtt itt rátérnénk magára a finálére, mert
Hát kicsit furcsa is mondjuk a Copa America, mert ha azt veszik, ugye azért most már az Afrikai Nemzetek Kupán is 24 csapat verseny, ez itt akkor eleve ez a három csoporton, gyakorlatilag tényleg csak az nem jut tovább, aki igazán nem akar. Igen, nagyon balszerencsésnek tartom egyébként a három továbbjutásos rendszert, mert tényleg gyakorlatilag döntetlen kell lehet jutni nagyon messze. Sőt, döntetlen kell tornát lehet nyerni, így van. Tornát is lehetne nyerni, de fizikailag lehetséges, hogy döntetlen kell tornát nyerni. Úgyhogy és ugye nagyon érdekes, meg ráadásul meghívott országokat is meg kell hívni, hogy kiteljen a létszám, pedig ugye földrajzilag, ugye említettem is, Dél-Amerikához még tartozik egy-két ország, amit átsorolnak a CONCACAF-hoz, tehát hogy ugye volt néhány évvel ezelőtt a Copa America Centenario, amikor összevonták a CONCACAF-ot és a CONMEBOL-t, és rendeztek egy nagy kontinens, amerikai kontinens tornát, szerintem ez a jövő. Anyagilag is ez szerintem kifizetődő lenne, szponzorok szempontjából is, meg futballszakmailag is nagyon hasznos lenne, hogyha egy jó selejtező tornája lenne egy ilyen igazi egész amerikai kontinensre kiterjedő tornának, és szerintem ezzel a CONMEBOL is nyerne, meg a CONCACAF is. Jó, hogy említetted ezt a két ernyőszervezetet, vagy két kontinentális szervezetet, mert nem tudom, hogy ilyen szempontból a CONCACAF, hát hogy is fogalmazzak. Mennyivel komolyabban vehető, mint a CONMEBOL, vagy beszélgetünk már például ugye a bíróküldésről is itt egymás között még az adás előtt a Copa Amerikával kapcsolatban, de egyébként is annyi mindent lehetne mondani, most akár úgy is, hogy mennyire faramúci tényleg akkor a rendszer, ahogyan a tornát rendezik, de egyébként is, hogyha valaki kicsit közelebbről szemlélt az utóbbi években, akár csak hogyha megnézik, hogy a Libertadores Kupa döntött például, hogyan elmebetegség az egész, szóval ilyen szempontból mondjuk a CONCACAF mennyire komolyabban lehet, mint a CONMEBOL? Hát nem sokkal. Nem sokkal. Azért a CONCACAF-nak voltak elég komoly korrupciós botránya a közelmúltban, de én azt gondolom, hogy attól függetlenül, hogy ezek a dolgok megtörténtek, és egy tagadhatatlan jelen vannak, az a nagy szerencse ebben a helyzetben, hogy itt most a pénz útja és a szakma útja egy irányba mutat. És ebből a szempontból úgymond a korrupt vezetők sem rossz irányba vezetnék ezt a lehetőséget, mert anyagilag és szakmailag is kifizetődő lenne egy ilyen összeamerikai torna. Úgyhogy ezért mondom, hogy ez egy szerencsés, a csillagok szerencsés együttállása, de valóban nem bíznám rá feltétlenül akár a saját költségvetésemet sem a konkrét vezetőire, pedig az nem egy nagy költségvetés. Beszéljünk akkor tényleg egy kicsit itt a torna végéről, meg egyáltalán. Hát az egyértelmű, hogy Peru volt a legnagyobb meglepetés ennek a Copa Amerikának. Nyilván itt ez a kieséses szakasznak az eseményei is kellettek. De ha úgy tetszik, akkor lehet inkább kellemetlen meglepetésekről érdemes beszélni, mert Uruguay az, hogy egyből kizúgott a kieséses szakasz első körében, az mindenképpen ebben a kategóriában sorolható. Nyilván ebben benne van az is, hogy ugye jó, persze nem volt hosszabbítás azonnal 11-esek, ez is egy érdekes módja volt itt a negyeddöntőknek, ugye a Copa American. Igen, ez akkor... nekem sem tetszett egyébként nagyon. Na, itt, most már két olyan dolgot is mondta levonítással kapcsolatban, tényleg a három továbbjutásos dolog, meg a 11-es rugás rögtön. Ezt még a aranykupán is másképp van, tehát ott is ott van a 2x15 perces hosszabbítás, és a 11-esek sokkal igazságosabbnak tartom. Ám úgy érzem, hogy van egyfajta, nem tudom, hogy ez áll-e mögötte, de szerintem a belső nyomás ugye az európai kluboktól is, hogy minél kevésbé terheljék a sztárjátékosokat. Lehet, hogy maguk a sztárjátékosokban is benne hogy lesz. Úgy derek, hogy régebben, van egy gyerekkoromból emlékeim Copa America, tehát a régen is az volt, hogy ott akár a döntőig is elment ez, hogy nem volt hosszabbítás, és azonnal jöttek a 11-esek. Hát most ez jó-e, vagy sem? Mindenesetre csak azért kezdtem el mondani, mert azt érzem, nagyon sok játékoson azt éreztem a Copa American, hogy már kelletlenül voltak ott. Mm. Tehát, hogy nem éreztem a teljes erőbedobást. Vagy pont arról volt szó, hogy azt gondolták, hogy kényelmesen is eljuthatnak a döntőig Uruguaynak, szerintem ez okozta a vesztét. Úgyhogy én ezért akartam összekötni ezt a két gondolatot, mert én tényleg azt éreztem, hogy például a Peru lelkesedésből jutott el a fináléba, mert náluk meg volt a lelkesedés, és a brazilok meg hazai pályán játszottak, tehát úgymond kötelező volt nekik eljutni. Kötelező volt lelkesnek lenniük, így van. De nagyon sok csapaton nem éreztem ezt a fajta tüzet, és tényleg, amikor a Copa America kifejezést hallja az ember, akkor a lelki szemei előtt ilyen látványos cselek jelennek meg, nagy gólok, szamba foci, tényleg argentin, tangó, és ebből semmit nem láttunk ezen a tornán. Igen, de ugye meg volt a brazilos lelkesedés, ami kötelező volt. De tényleg, tehát hogyha azt mondom, hogy hiányérzet volt az emberben, és szerintem, ha ezt a tornát mondjuk nem az európai futballszezon legvégén rendeznék, vagy mondjuk úgy rendeznék ezt a tornát, hogy tehát más körülmények között, ha ezek a játékosok tényleg maximum pörögnének, teljesen biztos, hogy benne más végeredmény születik ezen a kupán, és nem csak a
végső győztes illetően azt lehet, hogy a brazilok nyernék ugyanígy, de a kieséses rendszerben teljesen másképp alakulnának a dolgok. Igen, mert tényleg olyan Uruguay kizúrt, aztán olyan... Jó, mondjuk, tehát nyilván az legalább egy gólgazdag mérkőzés volt, olyan a peruiak megverték Chile, de nyilván ez is abszolút nem számítottam rá, meg nem láttam érkezni ezt a fajta eredményt, de nyilván az meg a másik, hogy minél rövidebb egy kieséses szakasz, annál valószínűbb az, hogy mondjuk akár egy kevésbé esélyes csapat is, akár még tornát is nyerjen. Világbajnokságon azért ritkán látjuk mondjuk olyan meglepetést, mint amilyenek, hogy azért az Európa-bajnokságon bebe szoktak csúszni. Akár a dánok győzelmére lehet gondolni a szempontból, akár a görögökre, akár egy félig, meddig éppen a portugált is mondjuk néha ide szoktam sorolni, de azért azt nem nevezhetjük semmiképpen sem érdemelnek, vagy ordas meglepetésnek. Hát igen, mondjuk a portugálok Európa bajnoki győzelmével kapcsolatban pont a sok döntetlennek, döntetlennel való eljutás a fináléjának, egy iskola példája. Igen, ez is benne van, tehát én azt gondolom, hogy... Köszönöm, meg hogy az, hogy például ennyien továbbítnak egy csoportból, az a csoportkörnek a komolyan lehetőségét is csorbítja, pontosan ezért. Mondom, visszajutunk oda, ahol elindultunk, össze-amerikai kupa. Erre lenne szükség, szerintem a világ is jobban komolyan venni. Én személyesen tudom, hogy a CONCACAF aranykupát nem veszik komolyan. Tehát, hogy nem csak, hogy a teljes terjedelemben nem beszélnek róla mindig. Mindig. De hogy nagyon sok sajtótermék ugye kis hírben hozza le, respektje kisebb a tornának. És még azt gondolom, hogy még a Copa America sem mindig kapja meg azt a kiemelt reflektorfényt, amit megérdemelne. Jó, csak ha meg tényleg most az idei meccseket nézzük, nem tudok még sem máshogy nézni kapcsolatban, tehát ez a Copa America ez nem volt nagyon jó. Így van, csak azt mondom, hogy amikor azt mondom, hogy megérdemelne, nem a magára az adott tornának a minőségére gondolok, hanem azokra a futball nemzetekre, akik ott vannak. És hogyha összetolnánk a kettőt, akkor azt gondolom, hogy mind figyelembe többet érdemelnének, mint szakmailag többet kapnánk, és ez szerintem egyébként a Centenario igazolta is, amikor ezt megrendezték, úgyhogy remélem, hogy ez sor kerül erre majd a jövőben, de hát ez majd tényleg kiderül. Ami a tegnapi finálét illeti, teljesen jogos végeredmény született, én azt gondolom, hogy tényleg az, talán az egyetlen szép futball bemutató csapat meg is nyerte a tornát, ami jó, persze sokan elégedetlenkednek, hogy már túlságosan európai Brazília futballja, de azért még mindig azt gondolom, hogy ez a fajta európai futball ez szemgyönyörködtető, vagy szemnek kellemes, és tegnap láttunk erre számos példát is, tényleg Jesustól is, akivel kapcsolatban egy iszonyatosan érdekes helyzet a Manchester Cityvel, hogy ugye Aguero mellett alig kap játék lehetőséget, és tényleg itt jobb szélen is kipróbálták, és működött a dolog, és centerben is játszott, és működött a dolog. Érdekes lesz azt látni, hogy ő mikor elégedi meg azt, hogy ő csak másodhegedűs, amikor ilyen képességekkel rendelkezik, mert azért egy idő után azért ez bosszantó tud lenni, főleg, hogyha bemutatja azt is, hogy nem egydimenziós csatár, hanem tényleg bevethető több pozícióban, és szerintem a mostani kopán ezt abszolút igazolta. Úgyhogy ilyen szempontból érdekes volt, és hát ugye én, mint a Yankee foci szerkesztője, nagy örömmel láttam, hogy a Peruba, aki bejutott a döntőbe, három MLS játékost is a keretében tudhat. Azért azt gondolom, hogy ez az MLS fejlődése szempontjából is ez egy jó visszaigazolás. Az egész kopán is 10-12 MLS játékos vett lész, ugye akár említhetném Lodeiro-t mondjuk Uruguayból, vagy Josef Martínez-t ugye a venezuelaiaktól. Pont egyébként Peru kapcsán. Martínez esete is érdekes, mert pont volt szerencsém közvetíteni a venezuelaiaknak az egyik mérkőzését, és ez is nagyon érdekes volt, hogy például jó, mondjuk, hogyha van egy olyan csapattársad, mint Salomon Rondon, aki mondjuk tényleg itt akkor most a Szalai Nikolic összehasonlításban lehet a leginkább képbe helyezni szerintem a hallgatókat azzal kapcsolatban, hogy mi is lehetett az oka annak, hogy Rondon élvezte inkább a bizalmat a kezdőcsapatban. Szóval ott van egy olyan játékos, aki amióta megérkezett Amerikába, okádja a gólokat, elképesztő mennyiségben termeli őket, és mégsem fér be egy ilyen tornán a kezdőcsapatban, mert a szövetségi kapitánya a praktikum mellett szavaz. Igen, és hát jó, én azt szoktam mondani, hogy Rondon kezdőcsapatbeli tagságát én sem kérdőjelezem meg, mert amellett, hogy fizikálisan is olyan erényekkel rendelkezik, amelyik a játékrendszer szempontjából abszolút kedvezőbb, mint amit a Martínez. Ugye Martínez egy támadó futballt játszó csapatnál ideális, Még Rondon egy center, akiben meg lehet bízni, hogy elvégzi azt a kuli munkát is, ami Martínez nem feltétlenül tesz meg. Abszolút. Emellett azért azt se felejtsük el, hogy Rondon azért szépen rúgta idején a gólokat a Newcastle-ben, szóval én azt gondolom, hogy nem érdemtelen a kezdőcsapatbeli tagság. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy Martínez többet kellett volna használni ezen a kopán.
két csatáros rendszert semmiképpen sem kockáztattam volna, meg én sem Venezuela helyében, de amikor éppen nem ment Rondonnak, nyugodtan ki lehetett volna próbálni Martínezt, mert amikor bevetették, akkor meg is fejelte a gólját, és nem is volt csúnya. És pont ugyanez a problémám egyébként, és ez megint lehet, hogy részrehajlás, ezt majd a hallgatók eldöntik, vagy te megmondod nekem, de például Peru esetében is ezt éreztem, ahol ott van egy Raúl Ruidíaz a kispadon, aki amióta megérkezett Seattle-be, tényleg, ahogy Martínez is szórja a gólokat folyamatosan, majdnem minden második mérkőzésén gólt szerez, egy fiatal, erőteljes csatár, nagyon energikus, nagyon robbanékony, legjobb életkorban van, Mexikóban gól király volt, Amerikában is ott van a top góllövő között. Ezt nem tényleg ilyen szempontból és, a dolga, mert gyakorlatilag egy nemzeti ikont kellene. És egy nemzeti ikont kellene kiszorítania, de hát most meddig játszik még Guerrero? Tehát meddig gondolkodunk még Guerreroban? Persze ezen a kopán is hozta azokat a gólokat, amiket ő tudott hozni, de érdekes gondolatkísérlet lett volna. Nem is azt mondom, hogy Ruidíazt játszhatni minden mérkőzésen, de több játék lehetőséget biztosítani, mert azt hiszem ilyen 5 percekre cserélték be mindig a meccsek végén, ami azt gondolom, hogy nem sok lehetőséget ad a bizonyításra, és tényleg gyakorlatilag bemelegszel, és már le is fújták a meccset. Úgyhogy, de hát most vele kapcsolatban nem sokat panaszkodom, mert úgyis ő a jövő, tehát Guerrero egyszer úgyis abba adja, bár nagyon úgy néz ki, hogy ez nála egy ilyen végtelen történetnek tűnik, mert az ember mindig azt hiszi, hogy most már tényleg az van, hogy akkor visszavonultam és visszavonulok, de aztán mindig feltűnik újra. Lényeg az, hogy Ruidíazban bízom a jövőre nézve, de nagyon jó az MLS számára, hogy eljutott egy olyan csapat a döntőbe, ahol tényleg képviselteti magát ez a bajnokság. És elismertünk egy kicsit abba az irányba, ha már ebben lesz, és akkor beszélhetünk, ha már itt Nikolic is szóval került magyar játékosokról, mert azért fokozódik a nemzetközi helyzet, vagy hogy fogalmazzam ezt meg velük kapcsolatban, mert azért sok mindenről lehetett hallani, meg nem tudom, hogy mennyi az egyáltalán, ami el is jutott mondjuk Magyarországgal azzal kapcsolatban, amiket mondjuk arrafelé lehet igen. Olvasni, látni. Igen, hát most nem a legjobb szelek, nem fújnak a magyarok irányába Amerikában, tehát Kansasban is letértek a sárga útról, nagyon úgy néz ki. Akkor kezdjük Kansas-szel. Ugye a Sporting KC-nek, a Sporting Kansas City-nek idén az a nagy megtiszteltetésben volt rész, hogy elindult a CONCACAF bajnokok ligájában, ahol egy ideig nagyon szépen meneteltek, mexikói csapatot vertek ki, bejutottak a legjobb 4 közé, majd utána jött egy nagyon-nagyon komoly pofon Mexikóban, amiből azután sem tudtak felállni, nagyon sokáig ilyen kába állapotban témferektek, aztán egyre több sérültjük lett, olyan szinte, hogy a kispadra már nem tudtak leültetni csak 3 játékost egy-egy mérkőzésen, egyre rosszabb eredmények következtek ennek hatására, és bekerültek egy ilyen vereség spirálba. És ez a magyar játékosokra sem volt jó hatással. Ugye Salói Dániel a tavalyi remeklése után idén még képtelen a kapuba találni. Németh Krisztián nagyon jól indította a szezon, szintén a BL-ben, ugye meg abban az időszakban, amikor a BL-ben még ment a szekér a csapat számára, de utána ő is lelassított a gólokkal. Egyedül Barát Botond az, aki nagyon megbízható, jó teljesítmény nyújt most a magyarok közül, ugye őt nemrég a Kansas szurkolói portálja megválasztotta a legjobb igazolásnak a télen érkezők közül. És a válogatottban is nagyon-nagyon-nagyon jó párosra alkotnak ott hátul Orbánnal. Egyszerűen nagyon jól kiegészítik egymást, és ha rájuk nézünk, két olyan védőt látunk, akik tényleg védőnek néznek ki, és nagyon rég volt ilyen a magyar válogatottban egyébként, hogy jó ránézni egy védelőre olyan szempontból, hogy, hát az tényleg nagyon régen volt. Hogy nem azt látja az ember, hogy elfújja őket a szél, hanem az, hogy ezek embert tesznek, és tényleg nagyon jól kiegészítik egymást, és úgy lehet, hogy nagyon jó az összhang közöttük. Szóval a Barátnak abszolút jót tett Amerika, és egyébként ő maga is nyilatkozta, hogy nagyon jót tett számára az MLS, mert olyan fizikális terhelésben van része, ami is fejlesztette a játékát, és olyan párharcokban, amik tényleg hát az ember Ibrahimovic-sal, meg Rooney-val küzd egy meccsen, vagy Josep Martínezzel, vagy Raúl Ruidíazzal, az fejleszti a játékát. Szóval ő abszolút pozitív. Salóira visszatérve még annyit mondanék, hogy annak ellenére, hogy ő gólokban nem teljesít annyira, sőt, hát ugye idén még nem szerzett gólt, nem teljesít annyira jól, viszont Vermes Péter nagyon dicséri a játékát, a védekező játékát, és azt mondja, hogy továbbra is nagyon bízik benne, nagyon sok mezőny munkát hoz Sallói, nagyon sokat védekezik, nagyon megbízható, és általában végigjátsza a mérkőzéseket, amikor bizonyítási lehetőséget kap, és ez is azt mutatja, hogy benne továbbra is bízik Vermes. Németh Krisztiánnal kapcsolatban már azért kritikusabb hangokat ütött meg az utóbbi időben. Nyílt kritikát még azért nem fogalmazott meg, de már voltak célzások az irányában, mikor arra célozgatott, hogy több munkát vár el tőle meccseket követő interjúkban.
amikor kérdezték, hogy miért cserélt így, miért cserélt úgy, akkor azt mondta, hogy azért, mert több munkát vártál azon a poszton, és ugye a német posztjáról beszélt. És most az ő helyén játszó játékosokta például a előző fordulóban a gólt, amikor végre nyert a Kansas egyébként. Úgyhogy német egy kicsit most azt gondolom, hogy bizonyítási kényszerben van, de már volt ilyen szituációban korábban is, és ki tudott mászni belőle, úgyhogy ez tényleg csak rajta múlik. Csalóival kapcsolatban kérlek az a kérdés, hogy mikor törik meg a jég. Ugye az előző előtti fordulóban volt egy kiagyott 11-ese, ami nagy lehetőség lett volna arra, hogy akkor most beinduljanak a dolgok. Ezzel nem jött össze, de én azt látom mind a játékán, mind a tényleg a visszajelzéseken, hogy az előbb-utóbb ez a jég, ez meg fog törni. Kérdés az, hogy a Kansas mikor indul el felfelé, mert szerintem az mindhárom magyarnak jót fog tenni, hogyha az egész csapatban egy pozitívabb légkör alakul ki. Német Krisztiánra különösen jellemző, hogy azért ő rá, nála nagyon látszik, hogyha a hangulata le van törve, vagy hogyha éppen a csapatnak nem úgy megy, akkor az hatással van játékra. Egy pozitívabb közegben belőle is egy sokkal pozitívabb teljesítmény jön neki. Úgyhogy ennyit a Kansas-iekről. Washington-Chicago. Washington-Chicago, hát Washingtonnal kezdjük, ugye ott Steve Zoltán nemrég azt nyilatkozta, hogy ugye a Nemzeti Sportnak adott egy hosszabb interjút, ahol arról beszélt, hogy hát szeretne eligazolni Amerikából, mert úgy fogalmazott, hogy Amerika túl messze van neki a válogatottsághoz, és neki a válogatottság az első számú elérendő cél. Ugye hát ezzel kapcsolatban azért az emberben fölmerülnek kérdések, és ezeket a kérdéseket szerintem minden hallgató, vagy ezeket a következtetéseket minden hallgató le tudja vonni. Kansasban ott a bizonyíték. Igen, tehát, hogy ha vannak csapatok, ahonnan be lehet kerülni, és hát nem, most hagyjuk Kansas-t, tehát tegyük fél Kansas-t. Európában 12-13 játékos hívnak be minden európai selejtező körben az MLS-ből. Ott van Albert Rusznák, aki gólpaszt adott ellenünk, és gólt rúgott ellenünk a szlovák válogatottban. Tényleg nem kell messzire menni a szempontból, tehát ugye Marco Rossi azért bizonyította azt, hogy ha szükség van, ha úgy érzi, látja a játékosokban lehetőséget, akkor be is hívja Amerikából is. Itt igazából, tehát hogy mondjam, tehát ezt azért rossz kifogásnak érzem. Én azt gondolom, hogy ez egy rossz kommunikáció volt. Rossz kommunikáció volt. Stíbennek játék lehetőségre nem szüksége, nem kap bizalmat Washingtonban, azt nem... Csak pont olyan szempontból érzem rossz felfogásnak egyébként, hogyha valóban ezt gondolja egyébként Stíb is, nem egyszerűen arról van szó, hogy bármilyen másokból szeretne visszajönni Európába, hogy azért neki, akárhogy is alakult az utóbbi időszak, azért van egyfajta respektje már azért Amerikában, amit kialakított, láthat benne szerintem, vagy láthatna benne. Másra lesz csapat is fantáziát, és hát ilyen szempontból könnyebb lenne mondjuk jó helyet találni. Erre irányuló kísérletek már voltak a közelmúltban. Az a helyzet, hogy olyan fizetéssel rendelkezik a Stibi jelenleg az MLS-ben, hogy fizetési sapkával dolgozó bajnokságban, mint az MLS, nem biztos, hogy megkockáztat egy csapat úgy, hogyha nem látja rendszeresen játszani az adott játékos, már pedig Stibi nem játszik rendszeresen, mert az edzője nem szavaz neki bizalmat. Ez sokkal jobb indok, tehát. Én azt gondolom, hogy emögött a nyilatkozat mögött inkább az volt, hogy ő kifejezte egyértelműen, hogy Európába szeretné és nem Amerikán belül váltani. Ez volt a mögöttes szándék szerintem, ami megfogalmazott. De valóban szüksége lenne egy környezetváltozásra, mert nagyon egyértelműen úgy tűnik, hogy ez a washingtoni történet már nem fog beindulni. Volt egy nagyon jó időszak a tavaly nyáron, épp Rooney megérkezését megelőzően, meg Rooney érkezését követő első két hónapban, de aztán kiszorult a csapatból, és inkább ezt a latinos vonalat erőlteti az edző. Ugye ott van például az a Lucho Acosta, aki iránt állítólag a téli szünetben, vagy a Paris Saint-Germain érdeklődött elég élénken, és mellé igazolt még egy argentin játékost, és tényleg ezt a dél-amerikai, közép-amerikai vonalat nyomja most az edző a támadó középpályások területén, és Stieber elvétve kap játék lehetőséget. És ilyenkor, amikor az emberen nincsen játékban, akkor egy-egy meccsen úgy megragadni az edző figyelmét, hogy tényleg a latinok között kell föltűnni, hogy hé, itt egy magyar és nézd, mit tud, az nagyon-nagyon nehéz. Úgyhogy neki abszolút környezetváltozásra lenne szüksége, és hogyha ez Európa az út, akkor Európába. Valóban az indoklás nem volt szerencsés. Mondom, a magyarok is ugye behívót kapnak az MLS-ből, és hát számos európai ország játékosai meghívót kapnak az MLS-ből. Úgyhogy az MLS földrajzilag nincsen távol, itt inkább a játék lehetőség van egyelőre távol, és azt kéne közelebb hozni. És hát ugye valószínűleg lesz még egy közelebb költöző, és nem beindul a nagy magyar exódusz az MLS-ből, ugyanis ugye a Chicago Fire esetében is Nikolic lenyilatkozta, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez az utolsó éve Chicagóban, nem tervez hosszabbítani jelenállás szerint. És hát korábban nekem is adott egy interjút, amiről arról beszélt, hogy szeretné, hogyha a gyermekei
a Magyarországhoz közel nőnének fel, úgyhogy elképzelhető, hogy ő jobban gondolkodik, hogy majd hazatér vagy a magyar bajnokságba, vagy Magyarországhoz közeli bajnokságba. Én akár még egy dacban is el tudnám képzelni, ugye még egy országban lehetne gól király. És úgyhogy az ő esetében is azt gondolom, hogy a távozás lesz a következő lépcsőfok, és ez már látszik is egyébként az idei szezonban, azért most már többször csereként kap játék, lehet, hogy az edző is már inkább a Nikolić utáni időszakban gondolkodik. És hát ez nem is olyan rosszul egyébként a Chicagónak, mert a helyén játszó játékos elég jól teljesít, míg Nikolnak azért idén nagyon sok helyzete volt, amit nem tudott értékesíteni. Szurkolók egy kicsit ki is kezdték egy-két szurkolói portálon a kihagyott helyzetek miatt, de hát azért ne felejtsük el, hogy nemrég az 50. gólját szerezte a chicagói mezben, tehát én azt gondolom, hogy azért letett már annyit az asztalra, hogy az idei kihagyott helyzetek miatt, kihagyott helyzetek ellenére is jó szívvel emlékezzenek rá Chicagóban. Hát nem tudom, hogy a Stanford Bridge-en mennyire fognak emlékezni majd egyszer Kenneth Omerore, hogyha elhagyja a klubot, mert pedig ez nagyon, nagyon érdekes. Már itt volt a nyelvemen. Ugye most volt egy hosszabb interjúvel a Guardianben, amiben kiemelték azt, hogy azt a napokban vette át egyébként a vezetést ezzel kapcsolatban, mint a klubot legrégebben szolgáló játékos. De hát ő is gyakorlatilag alig játszott az első csapatban, és jó néhány ilyen játékos van egyébként még mindig a Chelsea keretének, aki ugye folyamatosan évről évre kölcsönbe kerül, ő például ugye Törökországban játszott, most talán már 3 szezont is 2 különböző csapatnál. De én érdekes, hogy ő is elmondta azt, hogy ő sem akar Törökországban maradni. Annak ellenére nagyon jól éreztett egyébként magát, mert nagyon jók a körülmények egyébként, főleg aztán Isztambulban, ahol meg a város is abszolút azért az még sokkal inkább Európa sem, mint ugye Ázsia, nem véletlenül szoktak azért így is fogalmazni ezzel kapcsolatban is. De hogy nyilván egy kicsit kijön az emberből, hogy is mondjam, az ambíciókat, az, hogy ott jól érzi magát, megelégszik, és Omero is úgy van vele, hogy szeretne azért ennél előrébb kerülni. De a Chelsea ugye más miatt érdekesünk elsősorban, hogy a Frank Lampardot most már bejelentették, mint a csapat menedzserét a következő szezonra. Ez akár Christian Pulisic szemszögéből is érdekes lehet a te számodra, de nekem régi veszőparipám, és ezt talán Lampardot kapcsolatban is már beszélgettünk erről itt a podcastben is. Nekem nagyon viszketek mindig ettől, amikor jó, Lampard nem 0 kilométeres, mert volt már azért egy szezonja a Derby County-nál, egész közel kerültek ugye a feljutáshoz a Premier League-ben. Nyilván ezzel kapcsolatban aztán sokat nem tudok mondani, mert nem állíthatnám, hogy túlságosan sokat láttam volna a Championship-ből az idei szezonban. Szóval nem tudom, tehát, és pláne egy, oké, ez most egy különleges helyzet a Chelsea-nél, ezt nyilván látni kell. Igazából azt mondtam, hogy Sarit miért kellett elküldeni, ugye ez már egy érdekes sztori vele kapcsolatban. Aztán meg nyilván, hogyha már ez lett a helyzet, akkor Lampardot volt valószínűleg a legegyszerűbb meggyőzni arról, hogy gyere ide. Hát nehéz sztori. Szerintem, ahogy ez az év alakult, azért a Sarri távozása azért az borítékolható volt. Főleg de főleg ismerve a klubnak a... követően, meg a klub, az meg más, igen. De hogy az sejthető volt, hogy már Sarri büszkeségesen tartja őt mindenképpen ennél a klubnál. Úgyhogy az a része, azt gondolom, hogy ez egy lezárt történet, az, hogy utána utódkeresés. Én szerintem azért vártak nagyon sokáig a Lampard kinevezésével, mert itt egy nagyon nagy dilemmázás ment klubon belül is. Egyrészt, hogy meglépjék-e azt a kockázatos lépést, másrészt meg hát nem nagyon találtak szerintem olyan életképes jelöltet, akire nyugodtan rábízhatták volna ezt a mostani szituációt, mert azért ne felejtsük el, hogy itt most egy generációváltás is lesz azért a Chelsea-nél. Nagyon sok fiatal játékos, akár az érkező Pulisicra beszélhetünk, vagy akár a Loftus-Cheekra, vagy a többiekről. Egy kicsit új csapatot kell építeni, és ilyenkor én azt gondolom, hogy ha odaigazolnak egy volt játékost, akkor a szurkolók részéről egy nagyobb bizalmat kapnak. Talán több türelmet kapnak, mert több minden megbocsájtanak egy volt ikonnak, mint hogyha egy újonnan érkező bárki lenne. És azt gondolom, hogy most az első időszakban lehet, hogy lesznek döccenők ebben a Chelsea gépezetben, de nagyon, de én azt gondolom, hogy az ottani fiatal játékosok nagyon bíztatók a jövőre nézve. Viszont tényleg nagyon érdekes szituáció Lampard, mert például amerikai vonal, ugye ő játszott a New York City FC-ben, és New York City FC színeiben játszott a Matt Miazga ellen, aki most játékosa lesz a Chelsea-ben. Ugye a Miazga a Red Bullsnak volt a hátvédje, és most a Chelsea játékos, akit rendre kölcsön adtak, ugye az egyik nagy kölcsönvándorlója a Chelsea-nek. De ugye a nyári felkészülés mennyit vele kezdi meg. Ez is mutatja, hogy mennyire új edző Lampard, hogy tényleg egy fiatal és stárca még egymás ellen focizott, és most már az edzője lesz. De én azt gondolom, hogy egyébként a Derbyval tényleg, én a playoffot követtem, meg a pár utolsó fordulóját a Championshipnek. Én a Leedsnek nagyon szurkoltam egyébként, tényleg
Bielsa Magic. Bielsa Magic egyrészt, meg ugye ott is van, volt MLS érdekeltség, Jack Harrison a New York City-nek volt játékosa, és ő is ott játszik, meg hát Bielsa-nek a őrült stílusát egyébként, tehát szerintem tényleg a futballromantikusok mindenképpen szerethetik. Úgyhogy nagyjából követtem az utolsó fordulókat, és én azt gondolom, hogy Lampard nagyon meggyőző volt, és azért a Championship darálójában eljutni ilyen szintre, egyáltalán az, hogy szóba kerülhet a feljutás, nem is maga a feljutás maga, hanem egyáltalán az, hogy szóba kerülhet a feljutás, az már egy nagyon komoly teljesítmény. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy nagyon komoly teljesítmény volt Lampard részéről, hogy idáig eljuttatta ezt a csapatot. És szerintem megvan ez a fajta minimális tapasztalata, ami ahhoz elegendő, hogy kapjon egy bizalmat. Az, hogy ezzel a bizalommal meddig fognak élni, az egy másik kérdés, de mondom még egyszer, a szurkolók biztos, hogy türelmesebbek lesznek, mint hogyha mondjuk, nem tudom, Rafa Benitezt hívták volna oda, és tőle várták volna ugyanezt a generációépítést, és ha mondjuk neki ugyanezek a döccenők bejönnek majd, mint Lampardnak, akkor valószínűleg őt hamarabb fújolták volna. Tomi, nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünk álltál, meg hogy befogadtál itt minket. Nektek pedig azt, hogy meghallgatotok minket ezúttal is. Téma azért lesz itt a következő hetekben is, pláne ugye már itt a múlt héten kijelentettük, hogy nyári szünet van, úgyhogy nem mernék komolyabb életet tenni azzal kapcsolatban, hogy mikor jelentkezünk legközelebb, de azt gondolom, hogy azért az Afrikai Nemzetek Kupája döntőjére csak vissza szeretnénk majd tekinteni valamilyen formában itt még a későbbiekben, meg azért indul most már be itt a nagy üzem, az Európa Liga selejtezők, Bajnokok Ligája selejtezők, most már magyar csapatokkal is a héten, úgyhogy téma mindenképpen lesz valóban itt a következő hetekben is. Valamilyen módon mindenképpen megpróbálok azért majd szerintem még ezekre is reflektálni itt a későbbiekben. Hát augusztus elején pedig aztán mindenképpen szeretnék mi is majd a nagybajnokságokkal együtt mindenképpen a régi formában, tempóban, gyakorisággal beindulni, de azért szerintem még addig is fogunk jelentkezni, úgyhogy figyeljetek minket. A mostani meghallgatás pedig köszönjük, sziasztok! Sziasztok! Ez volt a Teljes Terjedelem, Magyarország első futballpodcastja Bamstark Tiborral és Haraszti Ádámmal.